Én úgy kívánkozom az Úr Istenhez, valamint a szarvas forrás vizekhez. Szomjúhozik lelkem teremtőjéhez. Áldás, békesség, jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit áldozó csütörtöki csendes napunk első programján, és külön megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Écsi Gyöngyi lelkésznőt, előadóművészt, aki Felvidékről érkezett közénk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kérlek benneteket, hogy fogadjátok szeretettel az ő előadását. Magasztallak én tégedet, Uram én Atyám, mert atyai gondod vagyunk teremtőmre jám. Szent lelkedet, Uram, vezét hozzám. Illik azért magasztalnom, neved áldanom, neved áldanom. Aganéból, porból, sárból lám felemelél, érdememből Fáraó átkától, tüzétől mentél. Illik azért magasztalnom, neved áldanom, neved áldanom. Tapsolással, tombolással viszem ládádat, vígasságos nagy örömmel szent tábláidat. Megőrizem, Uram, parancsolatid, igyekezem megfogadni hagyományaid, hagyományaid. Jó reggelt kívánok, nem énekelem tovább, mert 27 versszaka van ennek az éneknek, és én éppen 4 órát ültem autóba, úgyhogy szép lassan majd visszakapom a hangomat, de nagyon örülök, hogy ide érkeztem. Tudja valaki, hol van Felvidék? Fel a kezét. Ó, többen tudják. Merre van, mondja. Szlovákiánál. Szlovákiánál, igen, hát éppen benne tartozik most Szlovákiának a déli része. Valamikor Nagy Magyarországhoz tartozott, és hát mi mind megmaradtunk magyarnak, még akkor is, hogyha sokkal, de egyre kevesebben és egyre kevesebben vagyunk, mert a nyelvhatár állandóan nyomul előre. De azt gondoljuk, hogy nekünk a legnagyobb kincsünk éppen az, hogy magyarul beszélünk és magyarul énekelünk. És én nekem az Úristen valahogy rábízta a vállamra, tette azt a gyönyörűséges munkát, hogy megkerestem és keresgélem folyamatosan azokat a régi énekeket, meséket, történeteket, amelyek hitről szólnak. Ez az ének, amit hallottatok, egy délvidékről származó, tehát pont a legellentétesebb helyen, ugye mi északon vagyunk, a legészakabban fekvő magyar terület, délvidék pedig a legdélebben levő magyar terület, és ez onnan származik ez a Biblia töredék, és végig énekelik, énekelve a Szentírást. És ezek az énekek ilyen tekergetettek, húzottak, de azért, mert legalább 400 évvel ezelőtt kezdtek el kialakulni, mégpedig nem akármikor, akkor, amikor lefordították magyarra a Szentírást. Ugyanis addig nem értették az emberek, hogy mi van a Szentírásban. A magyar népnek úgy kellett fejlődjön, rengeteg sok évszázadig, hogy nem engedték meg, hogy megértsék, hogy milyen titkok vannak a Bibliában leírva. És egyedül egyszer aztán valami nagyon nagy áldás, és csoda lévén lefordítatott a Szentírás. Gondolom a nagyobbak tudják, hogy melyik évben volt ez, és hogy kifordította, lehet jelentkezni. Mikor fordították magyarra a Szentírást? Latinból, ugye? Föl a kezeket.
Igen? 1530. Hát igen, igen, még egy kicsit több, de nagyon jó, majdnem. Tehát valóban a 16. század végén, nagyon ügyes vagy. És kinek a nevéhez fűződik? Széchenyi, Rákóczi, nem? Mátyás király, nem? Valaki jelentkezik. Igen, hát Jézus, tudjátok-e, milyen nyelven beszélt? Arámi nyelven, ez egy ógörög féle nyelv. De magyarul mióta hallatszik? Igen? Luther Mártontól vette az ötletet, nem bizony, Luther Mártontól, mert Luther Márton volt az első, aki lefordította a Bibliát a latinból németre. Ez egy német ember volt, a Luther Márton, és utána nem sokára élt Calvin János, az pedig lefordította franciára, mert ő meg egy francia ember volt. Úgyhogy jó lesz, és a calvini, ugye calvini dogmatikát vettük mi át, a tanítást, és igen, Károli Gáspár, jó, jegyezzétek meg, Károli Gáspár, mondjátok csak. Jó hangosan, el ne felejtsétek. Ez a lelkipásztor Göncön élt, és nagyon-nagyon ügyes volt, és egy egész csapata volt, aki dolgozott az ő úgynevezett műhelyében, ahol ugye kutatták a Szentírást, és akkor ezt a Szentírást gyorsan lefordították sok nyelvre, itt nálunk magyarra, hogy minden magyar ember tudhassa, hogy milyen szabadság jár ki neki. No már nem ilyen földi akármilyen, mert ugye itt van császár, meg király, meg parlament, meg ilyenek. De az égben az Istennek a hatalmas szabadsága kijár a magyar embernek, és attól kezdve kezdtek el a magyar emberek magyarul énekelni Istenről ilyen gyönyörűséges énekeket, mégpedig úgy, hogy a templomban hallották, amikor a szószékről vagy az urasztaláról elhangzik az ige, és akkor ezt forgatták az eszükben, forgatták, és ilyen énekeket ötlöttek ki a szívükből. Képzeljétek el, valószínűleg nem tudtak írni, olvasni se akkor, ti tudtok mindenki, ugye? Pedig olyan kicsik vagytok, alig látszottok ki a földből. Még a fölnőtt emberek se tudtak írni, olvasni, és mégis ilyen énekeket költöttek. Próbálok egy darabot elénekelni még ebből az énekből, addigra remélem bemelegszik a hangom. Kíváncsiak, rá fogtok-e ismerni a hittamból, hogy kiről is szólnak ezek a történetek? Illést mikor a Jezábel asszony kergetné, a sok hamis bálpapokkal hogy megületné, meg akarád, uram, szegény tartani, angyaliddal egy fa alatt adatál enni, adatál enni. A Dániet Dáriusznak ám bívádulák, nagy hamisan a tanácsok, hogy elárulák, oroszlánok közé ám bétaszíták, azoknak is parancsolád, hogy ne bántanák, hogy ne bántanák. Sidrák, Missák, Abednágót, hamis bálványír, Nabukodonozor király az imádságír, vívettetéd, megőrzé dicséretér. Csodálatos nagy örömmel, vígasságosan, vígasságosan. Na, valakinek a neve ismerős volt, lehet jelentkezni. Ó, igen, mondja. Illés, hát az Illésnek egy akkora nagy áldott szerencséje volt, nem kellett neki meghalni. Ugye? Mi történt ezzel az Illéssel? Az Úristen küldött egy szekeret, beleült és tüzes szekeret, és felszánt az égbe. Képzeljétek, amikor ezt a történetet írták, még nem voltak autók, se BMW, se Mercedes, de még helikopterek se voltak, nemhogy repülőgépek, hanem mivel közlekedtek az emberek? Szekérrel, meg lóval, és az tüzes volt. Lehet, hogy egy ufót küldött az Úristen, szokták mondani az én hittanúsaim. Hát ki tudja? Hát akkoriban el se tudták képzelni. Ez amikor íródott, hát még Jézus nem is élt akkor. Hát még az messze akkor előtte volt sok száz évvel Jézus születésének.
2,5-3 ezer évvel azelőtt, mint most, hogy most élünk. És akkor azt látták, hogy valamilyen szuper járgány érkezett, ami ragyogott, fény lett, tényleg valami hihetetlen dolog lehet, valami égi alkotmány, eszköz. Azért mondták, hogy tüzes szekérrel, mert nem tudtak jobbat elképzelni egy jó szekérnél, amit jó lovak húznak. És ezt az illést annyira szerette az Úristen, nem kellett neki meghalni, egyenesen felment az égbe. Volt ám még más valaki is a Szentírásban, de nem gondolom, hogy fogjátok tudni. Igen? A Dánielt ismerted meg, Énok jutott az eszembe. Őt is annyira kedvelte az Úristen, kis tacskónak nevezte, az is csak úgy átment a halálba az egyik, a halálból az életbe egy lépéssel. Ilyen csodálatos ez az illés története. És még egy csoda voltám illéssel, hogy kitől kapott enni meg inni, amikor üldözték őt, mert nem tetszett nekik, hogy az Istenről mesél. Bizony, ott voltak ezek a bálimádók, akik a gyerekeket elégették, képzeljétek el. Borzasztó dolgokat műveltek. És az Isten mondta, Illésnek, te Illést mondd meg nekik, hogy nem szabad így élni. Az egyik az Istent kell követni, ha is az nem tetszett nekik, és kezdték ők őt üldözni, és amikor már majdnem éhen halt és szomjan halt, akkor egyszer csak megjelentek a madarak az égből, és hoztak neki a csőrükben egy falatka ennivalót, meg egy kicsi innivalót, és így tartotta őket. És ezzel a Dániellel mi történt, tudja valaki? Aki utána az énekben, igen, ott hátul, állj csak fel, hogy jobban látszódj. Igen, mi lett vele? Hangosan mondjad, mert nagyon messze van. Bedobták egy verembe, kiéheztették az oroszlánokat, és Dánielnek is ez volt a gondja, hogy azt mondta, hogy én az Urat imádom, és akkor én nem fogok istentelen dolgokat csinálni. Olyanokat, amik összefüggenek a pokollal, meg a halállal, a gonosszal, a rombolással, a pusztítással, meg a szeretetlenséggel. Én csak az Urat akarom tisztelni, aki békességről szól, és megértésről, és jövő életről. Na, és ez nem tetszett az uraknak, és fogták, és bedobták egy verembe, ahol ott voltak a kéheztetett oroszlárok, és biztosak voltak benne, hogy amikor Dánielt bedobják abban a pillanatban, ráugornak, és szétszaggatják apróra. Ehelyett mi történt? Igen? Imádkozott. És az oroszlányok szendén elszenderedtek az oroszlának, eszük ágába se volt megenni Dánielt, mert hám nagyobb dolog ám az Úr igéje a mindennapi kenyérnél, ugye? Van, amit eszünk a hasunkba, de sokkal fontosabb, hogy a lelkünkben mit eszünk meg. Erről szól Dán, és volt ott még egy nagyon különös három név az utolsó verszakban, Sidrák, Missák, Abednágó. Látom, itt vannak nagyobbak, mondjátok csak nagyobbak. Mi jut erről a három nagyon fura névről az eszetekbe? Aha, itt van valaki, igen. Bedobták egy tüzes kemencébe, Dánielnek voltak a barátai. Ezek ám olyan barátok voltak, képzeljétek el, hogy együtt meg tudtak egyezni benne, hogy ők bizony az Isten nevét nem engedik semmi pénzért, még akkor se, hogyha megölik őket. Mert tudták, hogy ennél az életnél van egy másik, ugye egy másik bolygó, hát nem tudjuk másképp elképzelni, a mennyek országa. És babiloni fogságban voltak. Képzeljétek el, én amikor kislány voltam, én nem jártam hittanra. Azért nem jártam hittanra, mert én egy ugyanilyen világban éltem, mint ez az Illés, meg Dániel a barátaival, nem szabadott templomba menni. És nekem tanítónéni, meg tanítóbácsi volt az anyukám is, az apukám is, a nagypapám is, és akkor nem engedtek bennünket belépni a templomba, mert rögtön elbocsájtották volna az állásukból a szüleimet, és titokba kereszteltek meg. Soha nem jártam hittanórára. Csak úgy mesélték el nekem otthon titokban, hogy Istennek milyen nagy dolgai vannak. Én is így nőttem fel, mint ez a Dániel, meg ez az Illés. És felnőtt koromban, amikor már semmi nem tudott megakadályozni, akkor kezdtem el tanulni teológiát, és úgy lett belőlem lelkész, látjátok-e? És képzeljétek el, hogy ezeket az énekeket, amiket énekelni szoktam, gyűjtöttük, nem tudom, valaki tudja, mit jelent az, hogy néprajzi gyűjtés? Van elképzelésetek róla? Akkor az ember bekapcsol egy magnót, és beül egy öreg nénihez, vagy bácsihoz, és az elmesélte,
hogy régen ez hogy volt, de lehúzták a rolókat, mert mindenhol figyeltettek bennünket. Gyakran behívattak a rendőrségre, levették az új lenyomataimat, majdnem kirúgtak egyetemről, hogy nem szabad azt tudakolni, hogy a régiek hogy élték meg a hitüket. És ők mesélték el ilyen nagy csöndesen, hogy milyen énekeket énekeltek régen, amikor szabad volt. Néhány ilyen éneket szerették elénekelni nektek, és az egyikre remélem, hogy ráismertek, mert egy zsoltár. Tudjátok, a énekes könyvünkben hány zsoltár van? Ki tudja? Igen? 150. Hanyadikosok vagytok ti itt? Hogy ezek a negyedikesek milyen ügyesek? Ugye? Még jobb az emlékező tehetség, vagy többet alusznak, mint ti nagyobbak, ugye? Hosszú az éjszaka. Hát bizony 150 zsoltár van benne, és én nektek most zsoltár töredéket szeretnék énekelni, amit nem könyvből olvastak ám el a nénik, mert nem tudtak kottát olvasni. Vannak köztetek, akik zeneiskolába járnak, és oda van írva, hogy A, B, C, D, és ti el tudjátok olvasni. De a mi dédmamáink nem tudták elolvasni. Azt mondták, jaj, tetszik tudni? Hát énekelni nem kottából kell, nem hangval, hanem lélekvel. És ők találták ki, nagyon hasonlóan, mint a jazz, ahogy énekelik. Ott költötték ki a szívükből a történetet. Én ebből az énekes könyvből szeretnék nektek az egyik zsoltárt, mondok egy variációt elénekelni. Bízom benne, hogy rá fogtok ismerni, sőt, két változatát fogom énekelni. Az egyiket a magyar lakta terület legészakibb részéről, zoborvidékéről, a másikat meg az egyik legdélebb részebbről, Erdélyről. Akkor figyeljetek, hogy megismeritek-e. Én úgy kívánkozom az Úr Istenhez, valamint a szarvas forrás vizekhez. Szomjúhozik lelkem teremtőihez. Vajon mikor jutok, Uram, mikor jutok, Uram, dicsőségedbe? Mert a hitetlenek azt hangoztatják, istentelen lelkek azzal búsítják, hol vagyon Istened napunként mondják. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik te hozzád az én lelkem, Uram. Szomjúhozik lelkem az egy élő Isten után. Vajon mikor mehetek el, hogy megjelenjek te előtted? Könyhullatásim volt kenyerem éjjel és nappal, amikor mindenek azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik. Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzád fohászkodik. Te remélem, ez hasonlított vele melyik zsoltárhoz, lehet jelentkezni. Igen? A 42. zsoltárhoz. De jól kidíszítették, ugye, hogy igaz? Mi nem így énekeljük, mert mi leegyszerűsített változatban énekeljük. Biztos vannak köztetek olyanok, akik láttok már hímzés mintákat, vagy gyönyörűséges festményeket, ahol magyar virágokat festenek, vagy rajzolnak. És ezek is mind ki vannak díszítve, nem egy egyszerű tulipán, hanem mindenféle kacskaringók jönnek ki belőle, és ilyen az ének, mert a magyar embernek a lelke mindent kidíszít, és mindent szeretné, hogy gyönyörűséges és szép lenne.
Kíváncsi vagyok, hogy valaki tudja, hogy ezek a zsoltárok, amiből 150 van az énekes könyvükben, hogy azt mondottátok volt nagyon helyesen, ezek milyen fajta népdalok? Tudja valaki? Mert hogy népdalok, képzeljétek el. Csak hogy a 16. századból valók, tudja valaki, hogy, mert nem magyarok, mit gondoltok? Lehet jelentkezni. Mit gondoltok? Nem tudjátok? Képzeljétek, ezek francia népdalok. Bizony. Mert hát Calvin is francia nyelvezetű volt, és azok, akik ezeket a zsoltárokat, ezekre a népdal szövegekre ráírtak új szövegeket, ma is ezt tesszük, sok gyönyörű népdal zsoltárunk van, és így kerültek el, és ezért a magyar nép elkezdte tekergetni, csavargatni. Volt egy rendkívüli magyar ember, aki lefordította ezeket magyarra vajon. Hogy hívhatták őt? Én nagyon büszke vagyok rá, mert nagyapám is Szenci volt, és őt is így hívják, hogy Szenci Molnár Albert. Hallottátok már ezt a nevet? Szenci Molnár Albert fordította az összes 150 zsoltárt. Valami gyönyörűségesen. Igen ám, csak hogy azt írta egy fejedelemnek, aki a szponzora volt, hogy jaj, nagyságos fejedelem, a zsoltárok lefordítattak ugyan, de a magyar népnek a füle azt bénem veszi. Hát persze, hogy nem vette be, mert nem volt elég magyaros. És azért megtekergette a magyar ember. És így csinált belőle egy magyaros zsoltár. De a magyar ember megtekergette a bibliai történeteket is, és meséket csinált belőle, és az egyiket el is mesélem nektek. Hol volt? Hol nem volt valamikor réges-régen, amikor még csak az Úristen volt, és nem volt föld, nem volt ég, nem voltak bolygók, nem volt semmi az égvilágon. Az Úristen nezegett jobbra, még balra, és azt mondta, hínya, de unatkozok. Milyen jó volna, ha volna itt valaki, akivel lehetne játszódni, meg vitatkozni, kibékülni, beszélgetni. Kéne nekem egy lény, aki jól megértene engem. Teremtek egy embert. No, hát ha embert, akkor először földet. Fogta a földet, jó, meggyurmolta, szép gömböt csinált. Föltette a ég tetejére, óvatosan, nemhogy elröpül, vagy lezuhan. Máig ott lebegünk, se el nem röpülünk, se nem zuhanunk, mert az Úristen úgy elrendezte. Aztán elkészítette a bolygókat, Jupiter, meg Neptunuszt, meg mik vannak még ott fönt? Szaturnuszt, Uránuszt. Ó, aztán jött a napocska, meg a hold, kész volt az egész föld. Azt is. Az egész földbolygó elkezdte díszíteni, lenyúlt egy kicsit a földbe, és így meghúzta jó magasra, abból lett a Mátra. Aztán kicsit belekönyökölt, ott lett a Balaton, meg a Hortobágy. És minden elkészült, a folyók, a Duna, a Tisza. Igen szép volt, ho-ho, persze jöttek a madarak, a sasok, a mindenféle őrvölgyek, meg a kányák. Aztán jöttek ám nem csak Magyarországon, hanem mindenhol a világon, az állatok, a vízilovak, a zsiráfok, meg a oroszlánok, meg a kukacok a föld alatt. És amikor a giliszták is készen voltak, azt mondta, na, most aztán jöhet az ember. Lehajolt, fogott egy kicsi földet, és belefut. Abból lett az ember. Bizony igaz. Földből meg az Úristen leheletjéből. El is nevezte az embert úgy, hogy ember. Igen. Igen. De ezt az ókori nyelven úgy hívják, hogy... Hogy nevezte Ádámot? Ádám, mondom is. Ádám, van itt Ádám nevezetű? Tegye föl a kezét. Kit hívnak Ádámnak? Egy, kettő, három, egész mezőtúron négy ember van, nézzenek oda. Mert Ádám azt jelenti, hogy ember. Hú, de meglepődött az Úristen. Ádám, hogy te milyen szép vagy. A lányok mindjárt hátra néztek a padba. Oh, még nem nősül lányok, még ne nezegjétek, még arrébb van. Azt mondta, Ádám, nézz oda. Hát te tisztára hasonló vagy én hozzám. Na már nem úgy, hogy a füle karimája meg az orra luka. Hanem a lelke. Meg a szabad akarata, azt mondta, te Ádám, rád bízom ezt a földet, mert annyi mindent teremtettem rá, valakinek kell, hogy vigyázzon rá, sáfárkodjál, gyönyörködjél, minden a tied az utolsó kukacig, minden. Azt csinálsz, amit akarsz. Meddig akarsz élni? Kérdezte tőle a mesébe persze. Ádám,
Nagyon tetszett, hogy él, akart is válaszolni, hogy nagyon sokáig, de a kígyó már ott tekergett a bokája között, és úgy olászta neki a füled mindenféléket. Ranézott, hát azt mondja, hát tudod-e, mit Úristen, először olyan 30 évet, aztán majd látom. No, az Úristen megvonta a vállát, s azt mondta, Ádám, rád hagyom, mert szabad akaratod van. Minden úgy lesz, ahogy te akarod. És ott is hagyta. Ádám nagyon büszke volt magára. Nézte, hogy a tenyere olyan, mint a medveé. 32 foga, mint az oroszláné. Szeme, mint a sólyomé. Úgy áll, mint a szálfa. Minden csigolyája a helyén van. Hű, de büszke volt. Hanem eszébe jutott, hogy miért csak 30 évet kért? Hát 30 év az nagyon kevés az embernek. Hallod-e, Úristen? Kezdte keresgélni. Miért engedted meg, hogy csak 30 évet kérjek? Hát nagyon kevés a 30 év. Nekem reklamációm van. El is megyek az Úristen kancelláriájába, és elmondom, hogy reklamációm van. És már ment is. Bement, és bekopogott. No, erre kinyílott az Úristen kancelláriájának az ajtaja. És kilépett rajta a szamár. Rettenetesen bőgött, hogy láttatok, van itt mezőtúron szamár? Van szamár? Tanítónéni, akármennyi, ugye? Szörnyen bőgött ez a szamár. Azt mondta neki, Ádám, hallod-e te szamár? Ne bőg, inkább örülj, hogy meg vagy teremtve. Nézd meg, milyen szép négy lábad van, szőrös pofád, libegő füled. Örülhetné neki, hogy az Úristen megteremtett téged. Jaj, mondta a szamár. Nem akarok én szamár lenni. Hát ki akar már szamár lenni? Cipekednem kell. Te akarsz szamár lenni, fiam? Ott van valaki, aki szamár akar lenni. Nézzenek oda. No, de az a szamár csak panaszkodott, hogy ő neki a hátát telerakják csomaggal, húzni kell a kordét, vinni a zsákot, és hogy neki 20 éven keresztül szamárnak kell lenni. Jaj, mondta neki Ádám, figyelj te szamár, mi lenne, ha megegyeznénk? Neked sokat-e 20 éved, de nekem csak 30 van. Hát a 10-et nekem adná, te is jó jársz, meg én is. Ó, jó, mondta a szamár, elosztotta az évét. Felét odadott Ádámnak, így Ádámnak lett. Mennyi? 40? Szamárnak meg lett? Hú, mind a ketten nagyon elégedettek voltak. Hely, 40 év, mégiscsak több, mint a 30. De egy ember életéhez kevés. Én még visszamegyek, hát, ha még jut, és már ment is, bekopogod. És már megint kinyílott az ajtó. És kilépett rajta az ökör, úgott, múgott, majlagott a nagy, vagott feje. Láttatok már ökröt? Igen? Nagy jószág, régebben még valamikor, hát az húzta, ám nem volt traktor, az húzta az ekét. Rettenetesen elégedetlen volt. Látod, ember, neked milyen jó, de én nekem minden reggel östor csattogtatásra kell kelnem, és dolgoznom kell estig, és 20 évig, jó. Azt mondja neki Ádám, te ökör, várjál, hát mi lenne, ha felét ideadnád? Ökör adta, így ökörnek lett 10, Ádámnak meg 50, mégiscsak több, mint a 30, de az ember élethez elég-e? Persze, hogy nem elég, gyerünk vissza, s már ment, bekopogott, kinyilott az ajtó, és kiszaladt rajta a kutya, rettenetesen borított. Azt mondta neki Ádám, te ebb, nem szégyelled magad? Húzd ki magad, és mondd el értelmesen, hogy miért panaszkodsz, nem, hogy örülné neki, 4 olyan erős lábad van, olyan erős fogad, hogy a csontod ketté harapod, és a szimatod még csuda, sokkal jobb, mint az enyém. Te meg itten panaszkodsz, hogy te kutya vagy? Jó, nem panaszkodnék, de 20 éven keresztül az ember házát kell őröznem. Jó, örülnék, ha valami finom húst kapnék, de csak csontot. És csak ógatnom kell, ha valaki közel jön. Nem, jó, nem akarok annyit ógatni. És így panaszkodott. Hely, Ádám megvárta, kivárta a végit a psiralminak, aztán azt mondja, te kutya, hát ne aggódjál, én átveszek tőle 10-et.
Így lett a kutyának 10, Ádámnak meg... Azt mondja Ádám. Hallod-e, Úristen? Ha-ha, 30-at kaptam tőled, nekem meg már 2 annyi van. Látod, de milyen ügyes vagyok? Elég a 60, vagy nem elég? Ha meddig mondjam ezt a egy mesét? Hónap reggelig, azt mondták, 9-ig legyek, és addig elég. Na, na jó van, még egyet lépünk. Ment is Ádám, bekopogtatott, kinyílott az ajtó. Nem hallom. És kiszaladt rajta a majom, rettenetesen vakarózott, rázta a fejét. Pont úgy, mint egy te gyerekcsék, pont ugyanúgy mondom, mint a majmocskák. Azt mondta neki Ádám nagy fölháborodva, nem szégyelled magad, te Isten teremtménye. Hát, hogy hívnak már téged? Hozd ki magad, és beszélj értelmes szóval. Jaj, mondta a majom, hát én hogy húzzam ki magam, amikor nem tudok egyenesen állani 2 lábon. Látod-e, minő görbének teremtett az Úristen, libeg 2 lábam, mint így. És hogy beszéljek értelmesen, ha fogam sincsen? Örülök, hogy a banántot el tudom mammogni. Ej, de Ádám csak összetette a 2 kezét, szépen kivárta, amíg kiponoszkodja magát. Elkért tőle 10 évet, de örült a majom szaladt is. Ádám is örült, mert lett neki. Mennyi? 70 éve! Azt mondja, no, ez elegendő. A többit elfogadom ajándékba. Ha lesz, lesz, s ha nem lesz, nem lesz. És oly büszke volt magára, de hiába. Mert a nagy büszkeségével semmire nem ment Ádám. Sőt, éppen, hogy árontotta, elrangaszkodta az embernek az életét, mert azóta van, Ádám óta van, hogy az ember élete épp hogy nyomorúságos. Mert csak az első 30 esztendejében olyan, ahogy az Úristen elképzelte, hogy száll egyenesen áll. Minden csigolyája a helyén van. Tenyere, mint a medvé, szeme, mint a sólyomi, foga, mint az oroszláné, de ez az idő elmúlik. Mert 30-tól 40 éves koráig az éveit a kutyától kérte. Dehogy a kutyától, a szamártól. És az ember akkor olyan, mint a szamár. Cipekedik, nehezkedik, innen egy gyerek, onnan egy gyerek, bevásárlószatyrok. Nézzétek meg az anyukátokat, meg az apukátokat. Igaz vagy nem igaz? Veletek nehezkedik. De az ember 40-től 50-ig, abban a korban kitőkérte az esztendeit. Ó, az ökörtő, ne is mondjátok, akkor az ember már csak dolgozik, dolgozik, s minden reggel azzal kell, hogy csattog az ostor, s munkába kell menni. Igaz vagy nem igaz? Nem tőletek kérdeztem, alig ettetek még kását életetekben. De a felnőttek azok tudják. De 50-től 60-ig kitőkérte az éveit? A kutyától, és az ember úgy is viselkedik, mint a kutya, csak enne meg enne, s őrzi azt a BMW-jét, meg a 2 emeletes házát, és ugat, ha valaki közel megyen hozzá. De a végén, amikor megöregszik, kinek az esztendei jönnek? Jaj, ne is mondjátok, a majomét. Az ember nem tud egyenesen állni, csak műforgóval, megrokkanva, botta, foga sincs, csak olyat, amit este kirak, reggel meg berak. Láttatok már olyan fogakat? Örül, ha a banántot el tudja mammogni. Bizony igaz. De nem nevetséges, mert nagy az Úristennek a kegyelme, ha megengedi, hogy az ember ezt megélje, mert nem érdemli. Hát így rontotta el Ádám az embernek az életét. Tudtok-e énekelni? Szerettek-e? Hallottam, hogy nagyon. És tudjátok azt, hogy szívem csendben az Úrra figyel? Igen? Ki tudja, tegye föl a kezét. Akkor fújjuk el gyorsan, amíg nyelek egyet, jó? Kezdhetjük, ez lesz a hangja. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Ezt az udat hallom, de ezt nem hallom. Nektek nincsen hangotok, vagy nem ismeritek? Ismeritek? Bátrabban bólogassatok? Jó. Akkor még egyszer, de jó legyen benne egy kicsi lendület, hogy látszódjék, hogy az Úr lelkét hordozzuk, s az elevelen élő. Kezdhetjük? 3 és... Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel,
gyönyörűséges. Szoktátok kánonban énekelni? Akkor most el kell. Tudjátok mi az, ugye? Jó? Amikor egy csapat ez az oldal tőlem jobbra fog egyszerre énekelni, és mi meg másodszorra. Jó? Jó? Magadéra figyelj! Kezdhetjük? Majd intek. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Egy érdekes éneket szeretnék nektek elénekelni. Ezt is egy nénitől hallottam. Azt mondta ez a néni nekem, hogy ezt az éneket akkor szokták énekelni, amikor virrasztás volt. Tudja valaki, mi az, hogy virrasztás? Sajnos ma már nem nagyon van. Amikor valaki meghalt, és még nem emlékeztek, hanem éppen meghalt. Képzeljétek, régen nem volt halottas ház, és a nagy szobában, mindenkinek van otthon nagy szobája? A nagy szobában kiterítették a halottat, tehát ott ravatalozták fel. Ott volt a halott 3 napig a lakásban, a nagy szobában. Tudtátok ezt? Hát nem volt halottas ház. És ez egy nagyon jó dolog volt, tudjátok miért? Mert mindenki 3 napon keresztül nézhette, hogy milyen egy halott ember. És nem kellett tőle félni. Sőt, a gyerekek, akik féltek tőle, azt odavitték a felnőttek, és meg kellett ráncigálják a halottnak a nagy lábujját. Vagy a fülének a karimáját, a cimpáját. Hogy mindenki úgy élje világát, kicsi korától kezdve, hogy tudja, a halál csak egy megálló, nem betegség, mert a halál után jön az igazi élet. És azt jól tanulják meg. Meg is tanulták a régiek. Bizony igaz, azért építettek ekkora hatalmas templomokat. Tudjátok, miért vannak ott karzatok? Mert valamikor az emberek még jobban ismerték ám az Isten. És tele volt az egész templom. Igaz, van-e itt olyan valaki, aki idősebb, és aki tudja, hogy hány ember befér ebbe a templomba? Tudja valaki, hány ember fér be ide? Mennyi? Ó, akkor mi beférnénk az egész falunk, meg még a szomszéd falu is, mert mi csak 1400. Hány lakos van Mezőtúron? 18 000? 3 000 ember, és itt tolakodtak, majdnem potyogtak ám onnan fölülről, hogy mindenki hallhassa azt a nagy titkot, amit a tiszteletes úr el fog mondani. Bizony igaz. Szóval így nőttek fel valamikor az gyerekek. Na, és ez a virrasztó ének arról szól, hogy amikor az a halott ott volt ám a nagy szobába kiterítve, 3 napig énekeltek körülötte, és minden énekkel gyönyörűen kísérték őt át abba a másik gyönyörűséges világba, vagy pedig nem gyönyörűségesbe, tudjátok? Lehet menni föl is, meg le is. Kinek mi jár? Ahogy az életébe élt. Erről szól ez az ének, mert azt mondta nekem Mári néni, hogy jaj, kedveském, jaj, hát ezt csak olyan embernek énekeltük el, aki nagyon zsugori volt, nagyon fösvény, és aki nem a mennyországba ment, hanem a pokolba. Ezt az éneket szeretném elénekelni nektek, egy töredéket, és képzeljétek, a Bibliában jártok Biblia versenyekre? Tegye föl a kezét, volt már valaki Biblia versenyen? Még nem? Ah, már egyet lát, kettőt látok. Hú, nálunk óriási divat a Biblia verseny. És képzeljétek el, a gyerekekkel ezt a történetet is átvettük. Na szóval benne van a Bibliában, kíváncsi, hogy valaki rá fog-e ismerni. Ó, bulátót, nagyként vallott gyarló testem, én nagy kínban, síralomba érted estem, éjjel-nappal, jajgatással, magam csak vesztem, sellesztem.
Feldorgálták, nem uhajták a májomat, serpenyőbe olvaszgatták a hájomat. Nagy viperák, mind a kutyák, minden rágták a jakimót. Jaj, már nékem, jaj, örökké kell kilódnom, jaj, nem lehet soha innét szabadulnom. Jaj, e tűzbe, jaj, e füstbe, hogy nem volt szabad kimúlnom. Ennek is nagyon sok verszaka van. Hol van ez az ember a füstbe, meg a kémba, meg a tűzbe, ahol a kutyák, meg a kígyók elrákják az ajakát? Hú, de hátborzongató, nem? Hol van ez az ember? Mit gondoltok? Igen? A pokolban. A nagy semmiben, ahol az ember rettenetesen rosszul érzi magát. És annak a halott embernek ezt énekelték, mert olyan gonosz volt, ott tudták, hogy ez a pokolba fog menni. És amikor ezt énekelte a néni, én még nem tudtam, mert nem tanultam még én akkor Bibliát, mert még fiatal voltam. Benne van a történet Lukács evangéliumának 16. részében, ahol van egy szegény ember, akit úgy hívnak, hogy Lázár, és egy nagy gazdag ember. Ma úgy mondanánk a történetet, hogy a Mercedesével minden reggel elhajtott szegény Lázár mellett, aki ott kucsorgott és kéregetett, és szegény volt, és csak a kutyák nyalogatták a sebeit, ám egyszer csak meghalt a szegény Lázár, és jöttek érte az angyalok, és azt mondja a Szentírás, hogy felvitték Ábrahám kebelébe a mennyországba. Meghalt a gazdag, de ő érte nem jöttek az angyalok, nem is repült sehova, hanem fogták a koporsót, és betették a földbe, és ott is maradt. És ám a másik világon kinyitja a szemét ez a gazdag, és mit lát, ahogy az ének mondja, tűz van, forróság van, szétrágják őt ezek a alantas állatok, és látja ő fenn az égbe, hogy ott ül Lázár, mert látják egymást, micsoda cifi, nem gondoljátok? Ama túlvilágban nincs idő, nincs tér, látják egymást, bolygóközi áttekintés. És azt mondja, Ábrahám, küld el azt a Lázárt, mert úgy szomjazok, kiégett már az ajakam cserepesre, csak az ujját nyomja egy kicsi vízbe, és hozza ide nekem, mert meghalok. És Ábrahám azt mondja neki, jaj, gazdag ember, nem úgy, mert itten már nem lehet átmenni az egyik helyről a másikra, csak a földön lehetett, amíg értél. Akkor a szakadék van a mennyország meg a pokol között, hogy itt ez most már el van rendelve. Hú, és akkor azt mondja neki a gazdag ember, jaj, hát, hogyha nekem már itt kell meghalnom, legalább küldjél vissza valakit a földre, hogy mondja el a testvéreimnek, mert azok is mind Mercedesen száguldoznak, azoknak is palotáik vannak, és nem szánják a szegényt. Jaj, mondta Ábrahám, küldött már az Úristen annyi prófétát, sőt, még a saját fiát is elküldte. De mit csináltak vele az emberek? Megfeszítették. Nem kell már küldeni senkit. Hát így történt ez az történet. És így aztán mindenki elgondolhatja, hogy most kell az Úristenhez megtérni, amíg él. Mondta nekem ez a néni, aki ezt elénekelte. Jaj, galambocskám, nekünk attól nem kell félni, hogy mi a pokolra jussunk, mert mi olyan szegények vagyunk, mint a templom egeres. Minden vasárnap ott ülünk ám a templomba, és elmondjuk az imáinkat minden áldott nap. Te se ijedj meg! Mondta nekem Mári néni. Akkor se, ha az ördöggel áll szembe, de még akkor se, ha a halállal. Nem vagytok ijedősek? Biztos? Mert egy ilyen mesét szeretnék elmondani. Bírjátok? Azért melengessétek meg a tenyereteket egy csepet, jó forróra? Így. És a szívetek tájékját is melengessétek. Hol volt, hol nem volt, volt ez a Mári néni, 99 esztendős volt, de olyan friss volt, csetlet, botlott, csináltatott egy új cirokseprőt, új baltanyelet, és kifejtette a libatollút ekkora kupacra, hogy új dunnája lesz, és esztendőre férhez megy. Hanem nézegette ám az alsó világból a halál, és azt mondta magába, én ezt a Márit elfelejtettem elvinni. Megyek, és elviszem. És a halál végig ment a földön egyenesen be Mári néni falujába, berúgta az ajtót, és azt mondta, Mári! Csomagolj, mert én viszlek! Jaj, Máté, hát hova vinni?
Nem látod, hogy milyen friss vagyok? Csak 99 esztendős vagyok. Gyere olyan 30 esztendő múlva, én még esztendőre férhez megyek. Ho-ho-ho-ho-ho, mondta halál. Na jó van, na hát, ha nem 30 esztendő, akkor 3. Ho-ho-ho-ho. Hát jó, ha 3 esztendő, nem, akkor legalább 3 hónapot még adhatnál, no. Ho-ho-ho. Hát akkor 3 hét. De a halállal nem lehetett megegyezni csak 3 napba, mondta neki Márnéni. Hát tudod, én olyan feledékeny vagyok. Itt erre a gerendára, az ajtófélfára, írjad már rá nekem, hogy 3 nap, el ne felejtsem. Halál előkapta a krétáját, s felírta 3 nap, s elment. Hely, de Márnéni, itt nekem nem akármi nőfából faragták. Szépen kifejtette a libatollót, s fejtegette még mindig, amikor 3 nap múlva megjött a halál, s berúgta az ajtót. S mit lát? Már néni nótázik. Te asszony, te nem készülsz! Én? Hát hová készülnék? Tegnap voltál, rosszul aludtál? Halál megvonta a vállát, elment, megint jött 3 nap múlva, de már néni meg mindig csak énekelt. Tá, azt mondja neki halál. Nem készülsz! Jaj, te halál, hát te nem tudsz számolni, és nem tudsz aludni, tegnap voltál. Halál megint jött 3 nap múlva, és megint 3 nap múlva. De Mári néni mindig elküldte, és a halál tényleg nem tud számolni, össze-vissza jár, egyszer egy idős embert viszel, egyszer egy kisgyereket viszel, ilyen bolond, nem tud számolni. Így járatta vele a bolondját Mári néni, vagy egy hónapig. Aztán a végtére gyanút fogott ez a halál, azt mondja, te Mári, te a bolondját járatod velem, én ezt a 3 napot letörülöm, és holnap pirkadatta biztos, hogy elviszlek. Előkapta ingúját, mert volt neki, és letörülte, és elviharzott. No, itt csak a gondolkodott a Mári néni, hogy valahova el kéne bújni. Aha, fölmegyek a padlástra, és bebújok a mézes bödönbe. Föl is ment, és bebújt a mézes bödönbe. Akkor a bödönbe állott valamikor a méz, nem úgy kellett megmenni a bótba, 500 forint ér ilyen kicsi üvegcsét. Látják-e, milyen szép idők voltak. Bebújt a mézes bödönbe, csak a 2 orralika lógott ki, azon szuszogott. Ó, ez nem lesz jó, gondolta magába. Nem lesz jó, mert megjön a halál, azt látja, hogy kilóg az orromlika. Ajaj, innen inkább kimászok. És ki is mászott, de lassan ment neki, hát tocsogott rajta a méz. Másztatok már ki mézes bödönből? Én se. Nem tudott messzire menni, de ott volt a padláson a széna. Ez jó lesz, azt mondja. Beugrott a szénába, magára szeszentette, meg se pisszent. Ez nem lesz jó. Nem lesz jó, mert jön a halál, fogja a vasvillát és belém vágja. Ho-ho-ho-ho, innen kimászok. S mászott, de már igen lassan ment neki, már előbb tocsogott rajta a méz, aztán még szeszegett rajta az a széna. Gyorsan, hogy hova. De te csak hallja. Jön a halál! Hí! Gyorsan, de hova? Utolsó minutában belevágta magát abba a nagy kupac fehér tollóba. Meg sem mert pisszenni. Halál berúgta az ajtót. Mári, gyere elő! Nagy csend. Ez az asszony biztos felment a padlásra, s bebújt a mézes bödönbe. Majd én előkerítem. Felment a padlásra, nezegi. Csak kilógna a 2 orralika, ha ott volna, de nincs. Hol lehet ez az asszony? Aha, a széna. Fogta a vasvillát, vágta bele, meg se szeszent. Kutya betyár teremtette, hol a nyavajából lehet ez az asszony, kitekerem a nyika nyakáját, csak keresen a kezem közé. Sehol. Föl alá járt, ha nem találta, pedig megkeresgéte a sublótokba, a komódokba, a ládákba, a lisztes zsákokba, mindenhol, azt mondja, sehol. Végtére féldühödött, s azt mondja magába, úgy csinálok, mintha látnám. El is kiáltotta magát, Mári, gyere elő, mert látlak. Mári nem jött elő, de éppen a halálnak az orra előtt, ott volt az a kupac fehér tollú, és az egyszer csak megemelkedett. Úgy elsápadt. Azóta mondják, hogy elsápadt. Hátrálni kezdett, mert látott maga előtt valami szörnyűséges kísértetet fehér tollúból, szénából, mézből. Úgy megrémult, műt kihátrált, nyakába a lábát, s iszkót kiám a faluból.
Azóta se ment vissza Mári néni, s ha vissza is ment, nem ijedett az meg tőle. Hely, dehogy, mert akinek istenje van, meg hite van, mit féljék ő akár ördögtől vagy a haláltól? Mondta is nekem Mári, galambocskám, te ne ijedj meg, se ha az ördög jön veled szembe, se a halál, hanem tudod, mit csinálj? Húzd ki magad! Feszítsd neki a derekadat, nézzel a szemébe, és meglátod, elszalad. El nem felejtitek el? Ha jön az ördög szembe, mit kell csinálni? Húzd ki magad, feszítsd neki a derekadat, nézzel a szemébe, és meglátod, elszalad. Bájék egészségetekre. Még egy éneket énekelhetnénk együtt, ez olyan jó volt az előbb. Mit szerettek még énekelni? Azt tudjátok, hogy eljöttünk mind. Tudjátok? Nem baj. Van még 5 percünk, hogy megtanuljuk? Nem tudom, kitől ki. Van. Nagyon könnyű. Elfújom, hallgassátok csak. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. Még egyszer elfújom. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. Ez a szövege. Eljöttünk, mind, mondjátok. Zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. És most úgy csináljuk, hogy egy sort én énekelek, egy sort ti. Kezdem. Eljöttünk mind. Ha jó, de nem úgy, mint a nyugdíjas mesztelen csigák már, no. Csepet szedjétek össze magatokat, na. Gyönyörködjék bennünk az Úristen, jó? Kezdem még egyszer. Eljöttünk mind. Zengjen az ének, zengjen az ének, Isten áldását, Isten áldását, ma hintse ránk, ma hintse. Kezdem előről. Eljöttünk mind, zengjen az ének, zengjen az ének, Isten áldását, ma hintse ránk. Kicsit összekötöm. Eljöttünk, mint zengjen az ének, eljöttünk, mint zengjen az ének. Na még egyszer. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. Isten áldását ma hintse. Együtt az egészet. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. Csak a lányok. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. Csak a fiúk. Eljöttünk, mint zengjen. Mutassátok meg, fiúk. Ki az erősebb, a fiúk vagy a lányok? Na még egyszer. Na. Ez az, ez az. Kezdhetjük? 3. És. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse ránk. Most akkor csak ez a sor itt, jó? Kezdhetjük. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse. Következő. Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse. Ti jöttök? Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse. És akkor ti együtt? Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását. Nehéz? Na, akkor most jöhet a kánon, jó? Jó? Akkor úgy tesszük, hogy ez a csapat már tartozzon ide a nagyobbakhoz, mert ők van szégyenlősebbecskék, szegénykék, tudjátok. No, segítsetek nekik, jó?
és akkor ez a két pacsor meg együtt. De először közösen. Jó? Utolsó gyakorlós. Mehetünk? Eljöttünk, mint zengjen az ének, Isten áldását ma hintse rá. Gyönyörűséges volt. Tapsolni meg újongani volna, kedvem. Szép volt? Jaj, de jó! Ugye nem felejtitek el, megígéritek? És ez egy ilyen menetelő. Mi, amikor valahova menetelünk, akkor ezt szoktuk énekelni. Hogy mindenki lássa, hogy eljöttünk mind. Letelt az időm, pedig még akármennyi mesét tudok elmondani. Ja, és szeretném mondani, hogy úgy tudom, hogy itt lesz a csillagpont. És a csillagponton, fiúk, éjfélkor fogok mesét mondani, lányok. Úgyhogy lehet készülődni. Igaz, nem gyerekeknek valók mesnek, de azért nem baj. Nagyobbacskák elvírják őket, vagy a kisebbecskék is, azt gondolom. Én nagyon szépen köszönöm, hogy nagy szemekkel néztetek engem, és segítettetek nekem énekelni, meg mesét mondani, és azt szeretném meghagyni nektek emlékül, mielőtt visszamegyek Felvidékországba, hogy ne azt tartsátok meg emlékezetetekbe, hogy ezek az énekek ilyen tekergetettek, meg a kiejtés olyan különös, hanem inkább azt, hogy ez a népnek, ami ősi magyar lelkünknek a bizonságtétele, ami nem fog ám elveszni, mert a könyvek szétporladnak, meggyulladnak, a CD-k meg a DVD-k azok eltörnek, használatlanok lesznek, de ami a lelkünkbe be van írva, az soha, de soha el nem múlik. Szóval azt jegyezzétek meg, hogy mindezek bizonságtételek, hogyha nyelvünkben, énekeinkben és hitünkben megmaradunk magyarnak, akkor nem kell nekünk félni a jövőtől. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Istennek legyen hálám! Nagyon szépen köszönjük Écsi Gyöngyi lelkésznőnek, hogy elhozta közénk ezeket a gyönyörű énekeket és meséket. Köszönjük szépen, hogy ilyen messziről is vállalta hozzánk ezt az utat. Nagyon jó utat kívánunk hazafele, és hát akkor a csillagpontra várjuk szeretettel júliusban. És természetesen egy kis ajándékkal is készültünk, és kérjük, hogy fogadja szeretettel. Vajon mikor jutunk, Uram, elődbe, mikor viszel engem, így nagy örömre, mikor jutok, Uram, dicsőségedbe. Mert a hitetlenek azt hangoztatják, istentelen lelkek azzal búsítják, hol vagyon Istenem.